sajtótájékoztatónkon ma az elmúlt hét, illetve most a hét elejének leggyászosabb politikai ügyéről, a forint árfolyamáról szeretnék önöket néhány gondolatot mondani. Egy idézettel kezdeni. Ma délre a forint elérte a 300-as euró átváltási árfolyamot. Senki sem tagadhatja, hogy ez egy lélektani határ. Egyrészt azért, mert a devizahitelesek nehézségeit tovább fokozza, másrészt azért, mert ez az egyetlen szám jól jelzi a kormányzati politika kudarcát. Ezt a mondatot 5 évvel ezelőtt Navracsics Tibor, akkori fideszes frakcióvezető mondta. Azt is hozzátette a Fidesz akkori frakcióvezetője, hogy a kormány nem tudja kezelni a válságot, ez látható a forint mérekülésében és a munkahelyek megszűnésében is. Navracsics Tibor tehát néhány évvel ezelőtt még ellenzéki politikusként úgy gondolta, hogyha 300 forintot átlépi az euró árfolyama, az egyértelműen, megint szó szerint idézem, a kormányzati politika kudarcát jelenti. Tudjuk, hogy már második hete lépi át a 300 forintos lélektani határt az euró árfolyama, ma reggel 314 forinton is járt, lassan közelében a történelmi csúcsnak, de most a sajtótájékoztató megkezdés előtt is 311-312 forint környékén. Fidesz tehát ellenzékben azt gondolta, hogy ha 300 alá csökken a forint árfolyama, akkor az a kormánynak, a kudarca, arra a kormány tehet. Nyilván így gondolják kormányon is. Nyilván Navracsics Tibor már beadta a lemondását, nyilván Navracsics Tibor, mint a kormány miniszterelnök helyettese, már kérte saját főnökét Orbán Viktort arra, hogy közösen ismerjék be a kudarcot. Arra számítunk, nyilván kicsit naívan, hogy mai parlamenti beszédében a miniszterelnök erről a kudarcról fog beszélni, arról, amit néhány évvel ezelőtt ő és kollégáim kudarcnak tartottak. Ezt képest mit mond a miniszterelnök? Azt mondja nemrég egy konferencián, hogy ahhoz, hogy stabil legyen egy országnak a fizetőeszköze, most látjuk, hogy nem stabil, épp ellenkezőleg rendkívül instabil, de hogy ahhoz, hogy stabil legyen az ország fizetőeszköze, azt mondja a miniszterelnök, olyan gazdaságpolitikát kell folytatni, ami megteremti a külső és belső egyensúlyt. A miniszterelnöknek itt igaza van. Mikor folytatja a mondatot, akkor keveredik bele a rájellemző hazugság spirálba, és azt mondja, hogy ők ezt megtették. Ez viszont már nem igaz. Sem külső, sem belső költségvetési egyensúly nincsen Magyarországon. A mesterségesen alultervezett és mélyen tartott inflációval, a brutális adóemelésekkel elért költségvetési pluszbevétellel időlegesen a belső egyensúly talán megteremthető, de pont a hétvégén volt egy olyan konszenzus az elemzők között, a hozzáértő közgazdászok között, hogy júniusra ez felborul, magyarán szólva nincsen más a belső egyensúly kapcsán, mint egy átmeneti a választások előtti időszakra időzített kozmetikázásról. És hát nyilván nincsen külső egyensúlyunk sem, az ország államadóssága nőtt, Orbánék azt mondták, hogy az egész politikájuk arról szól, hogy csökkentik az államadósságot, ehelyett 80% környékén van most is az államadósság, és hogyha nem tapsolják el az ellopott 3000 milliárd forintos magánnyugdíjpénztári vagyont, akkor most az államadósság 90% fölött lenne. Csak zárójelben teszem hozzá, hogyha megkötik a paksi szerződést, akkor azonnal 90% fölé ugrik. Vagyis sem külső, sem belső egyensúly nincsen. Kinek rossz ez? Rossz ez a devizahiteleseknek, nem mondom a részleteit. Ilyen mélyre legutoljára Szijjártó Péter buta mondata lökte a forintot, akkor rögtön mindenki érezte a havi törlesztő részleteknek. Nyilván rossz ez mindenki másnak is, mert ez növelni fogja az inflációt, növekedni fognak az árak, első körben az üzemanyagokban, mindig ez a szakásos módszer, előbb az üzemanyagokban jelentkezik, aztán néhány hónapos átsorgással már az élelmiszer és a rezsiárakban is látni fogjuk az infláció emelkedését, hiszen ezek tipikusan egy része, főleg az üzemanyag, az a kultúr cikke. És a harmadik erre már utaltam, hogy fel fogja pörgetni az inflációt is, és azok az inflációs várakozások, amikről a miniszterelnök beszél, azok teljesen értelmetlenek. De a lényeg, ki az, aki ezzel meg tudna védeni minket? Ki az, aki meg tudná oldani ezt a súlyos forint válságot, amiben most vagyunk? Meg tudná oldani a kormány, hogyha nem unortodox, hanem értelmes, okos gazdaságpolitikát és költségvetési politikát csinál. És meg tudná oldani a jegybank, hogyha egy kormánytól független, épeszű gazdaságpolitikus által vezetett jegybank lenne Magyarországra.
Ma ez egyik sem igaz. A kormány kitart az unortodox gazdaságpolitika mellett, a jegybank elnöke pedig ahelyett, hogy nyugtatta volna a forintot és annak árfolyamát, múlt héten ostoba nyilatkozatával tovább rontott az árfolyamon. Matolcsi nem nyugtatja a piacot, hanem nyugtalanítja a piacot. Azt nyilatkozza, hogy idézem megint szó szerint, kéz a kézben együtt kell haladnia a kormánnyal, vagyis szerintük nem jegybanki függetlenségre, hanem jegybanki kormány alá rendeltségre van szükség. Kéz a kézben. Orbánnak és Matolcsinak ez a kedves románca, amikor éppen kéz a kézben analognak az utcán, ez éppen szakadékba löki a forintot. Semmi változásra nem látunk esélyt. Nem arról van szó, mint mondjuk az Lotyival vagy a koronával, mert ennek a kettő független régiós valutának az árfolyama közel nem csökkent olyan mértékben, mint a forinté. Vagyis azt mondani, hogy ebben csak nemzetközi hatások, ne adj Isten, a török válság van, az nem igaz, mert akkor ugyanilyen lejtőre és szakadékba került volna a lengyel és a cseh fizetőeszköz is, nem? Ez csak a forinttal történt meg, a rossz gazdaságpolitika és a nem független jegybankja. Ott tartunk tehát, hogy Matolcsi elismerte a kudarcot, Orbán ez a kudarc nem érdekli, vagy Navracsics elismerte a kudarcot, Orbán ez a kudarc nem érdekli, Matolcsi pedig tovább mélyíti a válságot. Ez a három ember kéz a kézben löki a forintot még mélyebb szintre. Egyszerű a kérésük, nem túl szakmai, mert ide nem szakmai dolgok kellnek már, hanem fontos politikai változtatás. Hagyják abban ezt az államfutást. Matolcsi is, Orbán is, Rogán is, mint a Költségvetési Bizottság elnöke, hiszen ő is tett egy olyan nyilatkozatot, ami továbbra lejtőre küldte a forintot. Nincs ennek semmi értelme. A szabadságharcos ostobaságot tartsák meg a Fidesz játszóterén. Itt Magyarországról és a magyar forintról van szó. Abba kell hagyni az unorthodox ostobaságot, és abba kell hagyni a kéz a kézben andalgást a jegybank és a kormánynak. Valós független jegybank kell, ami nem a kormány gazdaság politikáját és megrendeléseit teljesíti, hanem tényleg független, és kell egy rendes, normális gazdaság politika is. Arra kérjük tehát mind a miniszterelnököt, mind a jegybank elnökét, használják a rendelkezésükre álló eszköztárat. Mind a fiskális politikában, mind a monetáris politikában rengeteg lehetőség van a kormánynak és a jegybanknak. Most csak azt látjuk, hogy A. ezeket nem használják, B. amikor éppen csinálnák, Matolcsi szóbeli intervenciójára utalok, akkor csak rosszabb eredményt érnek el, mert újabb forintokkal gyengül a forint árfolyam az euróhoz képest. Ha van kérdés, szívesen válaszolom. Parancsoljon. Ladies first. Köszönöm, Kisborné Jelentégi. Ön is egy idézettel kezdett, én is idéznék 2000-ben Kucsány Ferenc tévékezőnek még azt nyilatkozta, hogy az erős forint rontja a vállalkozások esélyei. Most akkor az erős vagy a gyenge forintot? Mi a középátfelét szeretjük. Ez már nagyon messze van oda. Mikor ez Gyurcsány Ferenc mondta, nem 311 néhány forint volt, hanem 200-ban kezdődött az árfolyam. A nagyon erős forint, mikor 260-70 forint környékén volt az euró, önök már talán is emlékeznek erre, mert ez a mi kormányunk idején volt, Orbánék idején, a közelében nem jártunk ennek, az veszélyeztette az exportot. De a 290 forint környéki euró az jó a gazdaságnak, jó az exportnak és jó a lakosságnak is. Ettől a 290 forinttól jelenleg éppen 24 forintra vagyunk. Ez tehát már nincs erre. Nagyon szívesen parancsolj. Igen, ez a lehetőséget várják, hogy mit várnak a jegybankból. Hogyha mi komolyan gondoljuk azt, amiről én végig önöknek beszélek, hogy a jegybank független, és mi azt szeretnénk, hogy tényleg független legyen, akkor ahogy nem jó az, hogy Orbán megrendeléseket ad a jegybanknak, mi sem szeretnénk megrendeléseket adni, mert akkor önellentmondásba keverednénk. Én tudom, hogy Matolcsi tudná, hogy a jegybank szakemberei tudnák, hogy mit kell ilyen. Önök is tudják, hogy mennyi eszköze van a jegybanknak a monetáris politikában. Mi nem fogunk sem tanácsot, sem megrendelést adni, mert akkor pont szembe mennénk azzal az alapelvünkkel, hogy a jegybankot a politikusok nem utasíthatják. Most ez a baj, ez a legnagyobb baj. Orbán irodájával találják ki ezt az álmodfutást, Matolcsi pedig a végrehajtója ennek, annak idején gazdasági miniszterként volt, de ott még azt gondolom, talán normális, mert ott azt csinált, amit a főnöke mond. De most Orbán nem főnöke Matolcsinak. Mégsem hajlandó ettől elszakadni. Tehát mi független jegybankban hiszünk, ezért nem mondunk javaslatot. El akarjuk mondani, hogy probléma van. Ha azt gondolja Matolcsi jegybank elnök úr, hogy ez rendben van, vagy Rogán úr, aki azt mondja, hogy jó, ez csak a januári szokásos kilengés.